Szeretettel köszöntöm a TV nézőket a vasárnapi ige alkalmán. Felolvasom önöknek 70. vasárnapjának igéjét, Márk evangéliumából, a 7. fejezet 5. versétől a 16. versig így szól Isten igéje. Megkérdezték Jézustól a farizeusok és az írástudók, Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel? Ő pedig ezt válaszolta nekik. Találóan profétált Izsaiás proféti képmutatók, amint megvan írva. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományaihoz ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állítsátok a magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta: Tisztelt Apádat és Anyádat, és aki gyalázza Apját vagy Anyát, halállal bűnhődjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki Apjának vagy Anyának korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy bármit tegyen is Apjáért vagy Anyáért. És így érvénytelenné teszitek Isten igéjét hagyományaitokkal amelyet továbbadtatok, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám minnyájan, és értsétek mind meg. Nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tehetné őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Kedves tévénéző testvérek! előírások erdejében él az ember. Mindig vannak korlátok, amit be kell tartani. Mindig figyelni kell valamire, és nem élhetünk szabadon. Ezek olyan dolgok, amiket nyűgnek érzünk, és szeretnénk megszabadulni tőlük. Ráadásul nem csak a mindennapi életünkben léteznek ezek a korlátok és előírások, hanem az egyházon belül is. Különböző előírások, szertartások, amiket meg kell tartani. Bizonyára azért vannak ezek, hogy a jó felé tereljenek bennünket, és hogy ne tévesszük szem elől Isten törvényét, hanem azt mindig betartsuk. Így gondolkodtak a zsidó nép vezetői is. Ezért szigorúan betartották és betartatták az előírásokat és a hagyományokat. Nem azért, hogy másokat sanyargassanak és megnehezítsék a dolgukat, hanem azért, mert komolyan hittek benne, hogy ez szükséges ahhoz, hogy Isten akaratát neki tetsző módon betöltsék. Most azonban jön Jézus és az ő tanítványai, és ezeket az előírásokat semmibe veszik, felrúgják őket. Nagy csodákat tett Jézus. Ismerte az írásokat, és sokan követték őt időről időre a nép közül is. Ezért nem merik azonnal elítélni és megvetni őt, hanem csak megkérdezik. Miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint? Jézus válasza pedig valami olyan tartalmaz, amit a vezetők részére semmiképpen nem elfogadható, ami megbotránkoztatja őket és feltárja, hogy mennyire rosszul is értik ők az Isten szavát. Mert nem az előírás a fontos. Nem a hagyományokat kell betartani. Aki csak ezt teszi, az csak ajkával tiszteli az urat. A lényeg az, ami kijön. Kijön a szívből. Nem az a fontos, hogy minden előírást megtartsunk, és Isten tiszteleteink mindig ezek szerint menjenek pontosan, hanem az, hogy valóban Isten tiszteletek legyenek ne pedig csak egy szokás, hagyomány, amit meg kell tartanunk. Jézus ezért mondja azt, hogy Istenhez kell ragaszkodnunk, nem pedig a hagyományainkhoz. Végre valami jó hír. Ezek szerint akkor elhagyhatjuk a hagyományokat, és nem kell mindenféle megkötöttségben élnünk, még az egyházon belül sem. Nem kell Isten tiszteletre járni, mert az csak egy hagyomány. Vagy ha megyünk is, nem kell úgy tenni, ahogyan ezt eddig elvárták, betartani azt a rendet, amely régóta kialakult. Mert hiszen Jézus maga mondja ebben az igében, hogy nem a hagyományokhoz kell ragaszkodni. Valóban így van. Nem a hagyományokhoz kell ragaszkodni. Nem a régi megszokott módon kell feltétlenül közelítenünk az Istenhez. Mert a lényeg, hogy keressük Őt és meg is találjuk Istent. Az mindegy, milyen keretek között történik mindez. Azonban vigyázzunk, testvér, nehogy átessünk a ló túlsó oldalára. Mindent megtehetünk, felrúghatjuk a régi hagyományokat is akár, ha egyet nem tévesztünk szem elől, Istent. És erről beszél Jézus a mai napon. Mit jelent ez? Reformátorunk Luther Márton ír erről az Értekezés a keresztény ember szabadságáról című művében. A különböző szertartásokat és hagyományokat egy álványhoz hasonlítja. Az álványzat szükséges ahhoz, hogy felépülhessen a ház. Enélkül csak részben lehet felépíteni, csak elkezdeni lehet, de befejezni nem. De a lényeg mégsem ez az álvány, hanem az, aminek felépítését segíti. És amikor felépül végre az épület, akkor le lehet bontani az álványzatot, hogy a mű teljes szépségében táruljon az ember szeme elé. A farizeusok és az írástudók úgy viselkedtek, mintha az álvány lenne a lényeg. Azt építgették, szépítgették és vigyáztak rá, hogy valami baja ne essék. Amikor Jézus a hagyományokról beszél nekik, azt szeretné megvilágítani, hogy elfelejtették felépíteni a házat. Csak az állványig jutottak. Szükségesek ugyan a szertartások, de az igazi istentisztelet nem ez. Az igazi istentiszteletet nem pótolhatják, legfejebb elősegítik. Egy kicsit elgondolkodtam, ha a zsidóknak ezt mondta Jézus, akkor vajon ma mit mondana nekünk? Mert a zsidóknak legalább álványuk volt. Csak az építést kellett elkezdeniük. De nekünk van álványunk. Hiszen olyan kevesen járnak el rendszeresen templomba. És ezzel együtt olyan sok mindent elfelejtenek az emberek, amik mind-mind a régi régiek hagyományai voltak. És ezek a hagyományok szolgáltak valamire. Arra, hogy minél jobban tudjon kiki figyelni az Isten szavára. Ezért jöttek el az emberek a templomba. Hiszen otthon is lehet Istenre figyelni és keresni az ő akaratát. De ott minden más elvonhatja a figyelmünket róla. A templomban azonban minden azt hirdeti, fordulj az úr felé. Az Isten tiszteleti liturgia is ezt akarja szolgálni. Nem szabad, hogy csak ez legyen számunkra a fontos, hogy betartsuk hagyományainkat, de annak annál inkább fontosnak kell lennie, amire a hagyományok is mutatnak, Isten akaratának. Bármit megtehetünk, ha azáltal a más által amivel felrúgjuk eddigi szokásainkat, tudunk, vagy jobban tudunk feléje, Isten felé fordulni. Jézus figyelmeztetése akkor a farizeusoknak szólt. Ugyanez a figyelmeztetés most nekünk hangzik el. És mindig el fog hangozni, amikor emberek elfelejtenek arra nézni, arra fordulni, ami a legfontosabb, amikor Isten akarata helyett, valami más foglalkoztatja őket. A mai vasárnap, hetvedent vasárnapja egyházunkban. Konfirmandusok most tanulják, hogy ez a bőt elő időszaka. De ahhoz, hogy valóban bőt lehessen számunkra az előttünk álló időszak, ahhoz szükséges, hogy ne másra figyeljünk, ne más legyen számunkra fontos, hanem az a legfontosabb, amire ma is felhívja figyelmünket Jézus. Figyeljünk hát az ő szavára. Ne vessük meg a hagyományokat, de ne is azok puszta teljesítése legyen a célunk, hanem vegyük észre, hogy mind-mind Istenre mutat, aki most is keres és vár mindannyiunkat. Így készüljünk bőtelő idején a bőtre, hogy megnézzük, vajon az, amit teszünk, azt szolgálja, hogy mi Istenre figyeljünk? Ha igen, akkor erősödjünk meg ebben. De ha nem, akkor vessük el, és forduljunk el mindattól, ami elválaszt bennünket az Istentől. Forduljunk az Úr felé, hogy az ő szavára figyelve valóban bőjt lehessen majd a következő időszak. Isten adja, hogy így legyen. Amen. O